Ismét itt vagyunk a Hekt Minta üzletében, Csepelen, és most a fűkaszákról fogunk beszélni, méghozzá a benzines fűkaszákról. Én azt gondolom, hogy az elektromos fűkaszáknak annyira nincs itt létjogosultságuk, hiszen azért teljesítményben nagyon alul maradnak a benzines társaikhoz képest. És pont azt kérdeztem itt a márkaboltban, hogy melyik az a típus, amit jó szívvel tudnánk ajánlani, felhasználása tényleg tartós, árérték arányban rendben van, és azt a választ kaptam, hogy ez a 150-es típusú lesz az, tehát Hekt 150-es néven találjátok meg, ugye ezt is mondtátok, hogy mutassam már meg az adatlapot is. Hát 52 köbcentiről beszélünk, 2,2 lóerő, 10 kg-os, így nekem nagyon tetszik a dizájnja is ennek a fűkaszának. És a következő, ami árban azért egy 14 ezer forinttal, jól látom, annyival kedvezőbb, ez a 145-ös fűkasza. És ami miatt én mindenképp a drágább változatot választanám, az a rezgés csillapítás benne. Ezeknek egyiknek sem szétszedhető, hanem fix száruk van. Ugye a szétszedhető szár az így néz ki, ugye ezt kisebb helyen tudjuk szállítani. Pont ezért van az, hogy a profi kaszások is valószínűleg ezért viszik a csomagtartó tetején ezeket a kaszákat, mert azok is fix szárosok. Tehát ebben az olcsóbb változatban, a 145-ösben ebben nincs rezgés csillapítás, viszont ebben van. Úgyhogy én magam is ezt választanám, tehát nem is gondolkodnék, hiszen most egy nagyon olcsó kaszával szoktam füvet vágni olykor-olykor, és bizony tényleg ez az effektus, hogy elkezd zsibbodni utána a kezünk, és amikor megfogjuk a poharat, akkor elég érdekes zsiborgó érzésünk van. Na, ezeknél a kaszáknál ez elkerülhető ezzel a rezgés csillapítással. Nézzük meg, hogy milyen a fej kiképzése is. Ez rajt hozzá a vágóil, hogyha ezzel szeretnénk használni, hát nyilván ezeket is lehet domillal használni. Nyilván a felhasználási területtől függ, hogy milyen ilyet használunk hozzá, illetve domillal vágunk, vagy ilyen pengével vágunk. Azt minden esetre elmondhatjuk, hogy érdemes hozzá külön vágóért vásárolni, és nem a gyárit használni hozzá. Ha olyan területen dolgozunk vele, ahol vannak kis facsemeték is már, és azt is szeretnénk levágni. Hogyha a domilla dolgozunk, akkor az itt látható 3 mm-es domilla, ez a gép már tud dolgozni. Ha kisebbet választunk, kisebb gépet, akkor a 2-4-es domilla az, ami ajánlott hozzá. Nézzünk szét itt a vágótárcsa kínálatban is. Ugye itt láthatjátok őket, különböző alakzatúak, és a legjobb ez a vidiás vágótársa, tehát a profik ezt szokták vinni. Én biztos ilyet használnék, tehát nekem is vannak sajnos kis facsemeték is hátul a kertemben, úgyhogy ezzel már mindenhová hozzá lehet férni, és mindenütt boldogulunk vele. Ennek az aktuális ára 5990 forint. Most azt gondolom, nagyon sokat lehetne még beszélni ezekről a benzines fűkaszákról, lehetne különböző típusokat is kiemelni, de még egyszer mondjuk ezt ajánljuk, tehát a 150-est és a 145-ös típust, még akkor is, hogyha egy picit borsosabb az ára, mint ami itt a későbbiekben, ahogy jövök hátrébb, és kisebb gépek vannak, és ezek, amik elérhetőek. Természetesen, ha csak egy kis területet szeretnénk levágni, akkor érdemes ezeket is választani, de úgy gondolom, hogy egy kis házi kertnél nagyobb, tehát mondjuk egy 3-400 négyzetméternél nagyobb területnél már mindenképpen érdemes a komolyabb kaszákat választani. Nos, én magam úgy gondolom, hogy a tudatos döntés ez az egyik legfontosabb szempont, az, hogy milyen a vágás szélességünk. Ugyanis hiába vásárolunk egy olcsó kaszát, hogyha időben pedig rengeteget rá fogunk fizetni, hiszen sokkal tovább tart a vágás, egyrészt ez fáradtságban, fizikai fáradtságban is jelentkezik, másrészt pedig a ráfordított időben. Tehát ezeknek a kaszáknak a vágás szélessége az jóval nagyobb. Nézzünk szét itt a domillok környékén is, hogy nagyon sokféle választási lehetőségünk van, de mégis amit nagyon kedvelnek a profik, ez a négyzetes alakú, tehát ezt érdemes hozzávinni, ugye a 3 mm-est azt a nagyobb kaszák elbírják. Most találunk itt a választékban egy jóval erősebb, egy szövött maggal rendelkező vágószálat is. Ez 3 mm-es átmérő, 15 méteres, viszont itt számítanunk kell rá, hogy nagyon-nagyon erős ez a szál, tehát hogyha ezt befűzzük, akkor nem biztos, hogy a beépített vágóél az el tudja vágni majd a gépben, és ha nem vágja el, akkor viszont ugye tönkreteszi a műanyag burkolatot. Tehát ezt vagy kézzel kell nekünk mindig elvágni, amikor utólag adagoljuk, vagy pedig hát vagy elvágja a késünk, vagy sem. Tehát ezt annyira talán nem ajánlanánk. Viszont ez a négyzetes, ez egy jó választás. Aztán van itt egy másik lehetőség is, ez a kis készülékecske, vagy ez a kis toldalékocska, ami így néz ki, ugye több vágószálunk van ezzel. Most a szomszédságomban pár embernél láttam már, hogy ilyet használnak, láttam a piacon is például Nyíregyházán, és meglep, hogy itt 2490 forintba kerül, és a piacon ott valami 3-4 ezer forintokért ajánlották, és hát
ez, hogy olcsóbb a boltban, ez egy elég meglepő dolog. Bizony azt is érdemes a választásunk alkalmával figyelembe venni, hogy még a magasabb árfekvésű gépekhez ennyire profi és egész jól használható tartóheveleket kapunk, addig az olcsóbb gépekhez ezeket az egyválpántos tartóhevedereket, és azért nem mindegy, hogy melyikkel vágunk és melyiket használjuk, hiszen ezekkel sokkal jobban kifáradunk. Tehát ha valaki használta már mind a kettőt, én sajnos használtam már ezt az egy pántost is, és használtam a dupla pántost, ami az egész hátunkat megtámasztja, az egész hátunkon felfekszik, akkor óriási a különbség. Természetesen ilyet tudunk külön is vásárolni, de nézzük meg, hogy ez legalább fekete színű, amit ezekhez a gépekhez kapunk, és egészen a 145-ösig, tehát a 44.990 forintos gépig ezt a frankó tartóhevedert kapjuk. És akkor nézzük is meg, hogy ha utólag szeretnénk vásárolni, akkor ilyen 5000 forint környékén itt van egy, ami már komolyabb, ez 5490 forint. Itt ugye az a különbség, hogy ez egy ilyen ciklámen sárga színű, ami világít ugye. Beszéljünk egy nagyon fontos témáról, a beüzemelésről. Ugye nagyon-nagyon fontos, hogy minden alkatrészt építsünk be a gépbe, hiszen minden egyes csavarnak szerepe van. Ugye amit a leggyakrabban kiszoktak hagyni itt a szöghajtásnál, az egy alátét. Hogyha ezt kihagyjuk a fejből, akkor amikor ráteszik ugye a vágóját, vagy a damilfejet, akkor bizony ez össze tud égni. Tehát annyira hozzáér ez az alátét, ez nagyon-nagyon fontos benne. Ez a leggyakoribb hiba, amit el szoktak követni a felhasználók, hogy ezt kihagyják. A másik dolog, hogy nagyon sokszor hallom azt, hogy ezeknek a gépeknek már nincs szükségük bejáratásra. Nos, ez valóban így van, de azért érdemes az első 15 percet, vagy az első negyed vagy fél tankot, azt 33-as keverékkel bekeverni, és ezzel a keverékkel körülbelül egy olyan fél szivató állásban használni, és 15 percig járatni. Ugyanis az sem jó, hogyha alapjáraton járatjuk, hiszen ilyenkor kevés az olajzás itt a két ütemű gépeknél, és ez is károsítja. Vagy használjuk úgy, hogy egy olyan fél gázig felpörgetve a gépet, de teljesen gaz nélkül pörgetni a fejet. Az már rajtunk múlik, hogy melyik megoldást választjuk. Tehát még egyszer, tehát a szivatónál körülbelül félállásban, hogyha fulladozik, akkor nyilván ezt még tovább kell csökkentenünk, de ne alapjáraton járassuk körülbelül 15 percet ezeket a gépeket. Nos, a négyütemű fűnyíróknál, tehát nem ilyen kaszáknál, hanem a fűnyíróknál, ott szintén azt mondják, hogy nincs szükség bejáratásra, de ezt a műveletet ott is érdemes elvégezni. Tehát ott is egy kis gázadással körülbelül egy 10-15 percet érdemes használni, és ne felejtsük el, hogy a négyütemű motoroknál az első 5 óra üzem után le kell cserélni az olajat, és újra föltöltenünk. Az, hogy milyen időközönként kell a négyütemű fűnyírókban lecserélni az olajat, azt megtaláljátok a használati utasításban, tehát mindig ehhez ragaszkodjunk, hiszen nagyon nagy eltérések vannak. Általában azért egy 30-50 üzemórát kibírnak ezek az olajok, főleg, hogyha jó minőségű töltünk bele, ezt is mindig nézzük meg, hogy mit ajánl a gyártó, tehát ezeket töltsük bele, és tartsuk is be ezeket az előírásokat. Azt javaslom, hogyha egy éven túl lenne ez a 30 üzemóra, vagy 50 üzemóra, akkor mindenképpen évente azért cseréljük le az olajat, tehát itt erre ügyeljünk, hogy ne várjuk ki azt, hogy 3-4 év teljen el, hanem évente mindenképpen cseréljük. Vagy szezononként is szokták javasolni, van, aki azt mondja, hogy szezononként kettőször cseréljünk olajat. Egy másik kulcsfontosságú dolog a téliesítés. Ezeknél a fűkaszáknál nagyon-nagyon fontos, hogy mielőtt télre eltesszük, mindenképpen eresszük le belőle a benzint a tankból. Ám a tankból leereszteni a benzint nem elegendő, hiszen a karburátorban ilyenkor még található üzemanyag. Ilyenkor még ráncsunk be néhányszor a kaszánkat, és járassuk ki belőle a karburátorból is. Tehát fulladjon le önmagától a kaszánk. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ne maradjon benne üzemanyag, hiszen a mai üzemanyagok sajnos, mivel nagyon magas a bioetanol tartalmuk, ezért hajlamosak rá, hogy megromlanak néhány hónap alatt, és ha szeretnénk elkerülni a következő évben az indítási problémákat, akkor ezt mindenképp érdemes megcsinálnunk. Amit engem is meglepett, az az információ, hogy érdemes kivenni a gyertyát is belőle, ezekből a gépekből, azt jól megtisztítani, majd a gyertya végére akár VD40-et, vagy valamilyen finom olajat ráfújni, nem a hengerbe fújjuk, hanem csak a gyertya végére, és így csavarjuk vissza bele a hengerbe. Na most, amikor kivettük a gyertyát, akkor is néhányat ráránthatunk a motorra, és még ilyenkor is fog távozni valamennyi kis szennyeződés, illetve valamennyi üzemanyag, és ezután csavarjuk vissza a beolajozott gyertyát. Ha nem szeretnétek, akkor szárazon is becsavarhatjátok, de lényeges, hogy tisztítsátok meg előtte, és így legyen eltéve a kasza télire.
Most természetesen órákat lehetne még beszélni ezekről a benzines fűkaszákról és egyáltalán a fűkaszákról, tehát ebben a videóban csak néhány szóban néhány fontos dolgot említettünk meg, ami kasza választásnál nagyon fontos, illetve a kasza karbantartásánál, üzemeltetésénél, amennyiben lehetőségem nyílik majd rá, szeretném kipróbálni gyakorlat közben is ezeket a kaszákat, illetve ezt a HECT 150-est fogom elvinni, úgy gondolom, hogy ez a legjobb választás az összes közül, és gyakorlat után is beszámolok majd róla, hogy mi volt a tapasztalatom ezzel a kaszával. Nos, ennyi fért bele ebbe a videóba a benzines fűkaszákról. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot. Ha még több ilyen videót szeretnétek látni, vagy részletesebb videót szeretnétek látni, akkor érdemes feliratkozni a csatornámra, és nyugodtan írjátok meg hozzászólásban, megjegyzésben, hogy mi az, amire még kíváncsiak vagytok, mi az, amit még szeretnétek hallani ebben a témában. Szép napot nektek, sziasztok!